Jó estét kívánok, kedves nézőink, a Televízió Pécsi Körzeti stúdiójából, ahonnan szokásos csütörtök esti körzeti műsorunkat sugározzuk. Ezt a programot egyébként minden héten ugyanebben az időpontban láthatják, mégpedig a Pécs Misinai, a Nagykanizsai és a Kaphegyi TV-adókvétel körzetében. Mai magazinunk élén a Cimbalmosok Pécset rendezett világtalálkozójáról készült összeállítás áll. Ez a rendezvény megtisztelte hazánkat, Pécs városát, de úgy gondoljuk, talán egy kicsit rangos zenei múltunkat is. Éppen ezért nagyon sajnálatos, hogy az Ürességtől Kongó hangversenytermekben a közönség teljes közönye mellett játszottak a kitűnő előadó művészek. Idén először a világon és Magyarországon cimbalmos világtalálkozó van. Pécset a Hotel Palatinusban. Október 30-án érkeztek a vendégek, és 4-éig tart. A kongresszus célja az volt, hogy a művészek egymással kicserélhessék tapasztalataikat, megismertessék országuk cimbalmos kultúráját, irodalmát, oktatását, történetét, természetesen zenével bemutatva. Ezen kívül pedig egy nemzetközi cimbalmos szövetség létrehozása a másik cél, amellyel szeretnénk ezt a hangszert népszerűbbé tenni a világon és Magyarországon is. Ezen a kongresszuson a világ minden területéről jöttek előadó művészek bemutatni a cimbalmok történetét. Iránból, Kínából, Tájvánból, Hollandiából, Belgiumból, Amerikából, Németországból, Csehszlovákiából, Romániából, Svájcból jöttek ezek az előadó művészek és érdeklődők. A cimbalom tulajdonképpen Ázsia eredetű hangszer. Az őse az Ázsiából jött és a népvándorlás során került be az Európába. A népvándorlás idején a különböző országokba elterjedt, és mindenki különböző nevet adott ennek a hangszernek. Így Kínában a neve a Yangqin, ez az egyik fajta cimbalom. A Iránban, Indiában, Perzsa területen Santura neve. Ezen kívül a németek Hagbretnek nevezik, az angolok, amerikaiak Dulcimernek, és az olaszok Salterio Tedesco-nak. Most ezek a típusok természetesen másképp néznek ki, mint a miénk, mert a miénk az nagyobb, lábra állított és pedállal ellátott hangszer, míg az övéik megmaradtak az ősi típusnál, az asztalra, térre vagy várra akasztató típusnál, de ugyanúgy két verővel játszanak, bár mivel hogy a régen a cimbalmokat nem csak verővel szólaltatták meg, hanem pengették is, hiszen akkor még bélhúrókkal voltak ellátva, ez nagyon könnyen mehetett. Emiatt még megmaradt ez a típus is, így a Tájvánból jövő hölgy például ennek a cimbalomnak ezen a változatán játszik. Kínában meg Iránban olyan kultusza van,
és olyan sokan játszanak ezen a hangszeren, hogy szövetség is alakult. Tehát Kínában már van cimbalom szövetség, Iránban is van már cimbalom szövetség, sőt Amerikában a dalcimbalom szövetség. Ezeket szeretnénk tulajdonképpen egyesíteni, és egy ilyen nemzetközi összefogást szeretnénk létrehozni. Lin Chin-Huan, tajvani művész, a kínai cimbalom pengetős változatán játszott. Kínai professzor már ütős cimbalmon játszott. Küpper, a belga rádió és televízió egyik zenei vezetője, a cimbalomjátékot a szintetizátorral kötötte össze, mintha egy erdőben játszott volna. Hossein Malek, világhírű szantúr játékos, az iráni zenei élet kiemelkedő egyénisége, az Iráni Zeneakadémia alapítója. Thank you.
Egy másik figyelemre méltó esemény is zajlott az elmúlt napokban Baranyában. Siklóson a vár kongresszusi termében ülésezett az ISEC, a Közgazdászhallgatók Nemzetközi Egyesülete. Az ISEC egyébként a világon a legnagyobb diákok által működtetett szervezet, mely a színvonalas közgazdászképzésben érdekelt vállalatok támogatásával működik. Mutassa be, mi is ez az ISEC. Az ISEC a Közgazdászhallgatók a Nemzetközi Szervezete. Ez egy független, nem politikai, nem profitorientált, kizárólag diákok által vezetett szervezet. A célja az, hogy lehetővé tegye az egyetemistás számára, hogy a szakmai gyakorlatokat külföldön töltsék el, távol hazájuton megismerve ezzel más országok gazdaságát, népeit. Hát ez az a cél, amiért 1948-ban 7 ország megalapította. Azóta ez a szervezet fejlődött, manapság ennek 71 tagországa, 600 helyi bizottsága, tehát 600 egyetemen működik, és kb. 55 diákot fog át. Ez a ma a világon működő pillanatnyi rendelő diák szervezet. És Magyarország ennek 1972 óta tagja, és a mi helyi bizottságunk, a Pécsi helyi bizottság ebben az évben ünnepli 15. éves fennállását, az 1976-ban alakultunk meg. Aztán Dühöjében ennyit kell tudni az ISEC-ről. Miután ilyen nagyon régóta ez létezik, ez a szervezet, miért nem lehetett erről többet hallani mindez idáig? Magyarországon a szakmai gyakorlatilag két oldal van, az egyik a diák oldal, a másik pedig a vállalati oldal. Tehát nekünk itt Pécsen, illetve Pécs környéken fel kell térképeznünk azokat a vállalatokat, akiknek szükség van egy külföldi gyakornokra, azokat a vállalatokat, akik tudnak foglalkoztatni egy külföldi diákot, és úgy be tudják építeni a vállalati szervezetükbe, hogy ebből nekik is hasznunk származik. És azt hiszem, hogy ez az oka azért annak, amiért eddig talán kevesebbet hallottak róla, és biztos vagyok benne, hogy mivel az ország nyitottá vált, új vállalatok alakulnak, illetve a vállalatok is nyitnak külföldi országok felé, ez a szakmai gyakorlatcsere program nagyban segíteni fogja az ő működésüket. És a magyar egyetemistáknak milyen új lehetőségeket fog ez nyújtani? A magyar egyetemistáknak továbbra is megvan az lehetősége, hogy a világ 71 országában mehessenek ki a szakmai gyakorlatra. Ehhez csupán az elvárás, hogy végezzenek el 2 illetve 3 évet, illetve beszéljenek az ott élő nép nyelvét. Tehát minden magyar közgazdászhallgató el tud menni? Minden magyar közgazdászhallgató, aki beszél egy nyelvet, és hajlandó részt venni egy kiválasztáson, mivel kiválasztják a szakmai gyakorlatra, elmehet. Azt tudják ugye, hogy a világ nagy bankvilágban például, és hát mindenütt, ahol közgazdászokra van szükség, 30 éves többnyire a korhatár, tehát aki már 30 éves elmúlt, az már öreg embernek számít. Igen, ezt mi is tudjuk, és mi most pillanatnyilag 21-22 évesek vagyunk. A célunk, ez a célunk a ISEC-en keresztül az, hogy az egyetem által megnyomadott lehetőséget kihasználva magunkat fejlesztjük. Végül is egy önmegvalósított szervezet, amin keresztül megismerhetjük sokkal jobban az országot, mások az ország gazdaságát, és a lehetőséget kapunk arra, hogy az egyetemre úgy kerülünk ki, hogy valami tapasztalatú gyakorlatot már megkaptunk, illetve összegyűjtöttünk. Sajnálom, hogy ha egy szakmai gyakorlaton valaki részt vesz, illetve az ISEC-ban eltölt 1-2 évet, ne adj Isten 3-at, akkor azt hiszem bárkivel felvéheti a versenyt, és nagy esélye vannak arra, hogy 30 évesen ne legyenek állásgondjai. Hogyan került pont Siklósra, a Siklósi Várba, illetve Pécsre ez a konferencia? Az az igazság, hogy Görögországot sikerült megelőznünk a konferencia megrendezésében, tehát a magyar ISEC-nek sikerült megkapni azt a lehetőséget, hogy ezt a konferenciát itt megszervezhesse, és ez a Pécs Bizottság a feladata lett. És azt hiszem, ez a siklósi helyszín, a Tenkes Hotel a várban igazán kitűnő környezetet biztosít a konferencia résztvevői számára. I have been traveling a little bit in the elmúlt években utazgattam egy keveset a kelet-európai országokban, és most ez az első magyarországi utam. Így én könnyen össze tudom hasonlítani Lengyelországgal, Csehszlovákiával és Szovjetunióval a látottakat. Azt mondhatom, hogy messze a legfejlettebb ország a látottak közül Magyarország, nyugat-európai szemmel. De ez a tény most már nem elegendő számunkra. Tudom. A legérdekesebb benyomásom, mikor megérkeztem Budapestre, ahol aludtam is és sétáltam is, az volt, hogy mindenütt láttam az európai közösség zászlait. Nagyon is megértem, hogy be akarnak kerülni, hiszen igen nagy tapasztalatokkal rendelkező országokkal tudnak majd így együttműködni. Úgy gondolja, hogy ön személy szerint is tehet majd valamit ennek érdekében? Igen, határozottan. A leghatározottabban.
Most van egy alkalmuk, amellyel élhetnek, és amit kihasználhatnak. Mi is ugyanígy vagyunk Dániában. Két lehetőségük van. Vagy csöndben maradnak, és kívülről figyelik a folyamatokat, vagy hallatják hangjukat, és így megváltoztathatják a gazdasági rendszerüket. A Német Szövetségi Köztársaság pécsi főkonzulátusának tájékoztatása szerint november 12-én és 13-án az exportot elősegítő szemináriumot szervez Kaposváros, a Német Export Kereskedelmi Szövetség, a Készáru Importőrök Szövetsége és a Pécsi Gazdasági Kamara. A rendezvény keretében 8 német külkereskedelmi cég képviselői konzultálnak magyar vállalkozókkal. A Német Export Kereskedelmi Szövetség egyébként kereken 1000 céget képvisel, mintegy 4500 kirendeltséggel. A szemináriumra a Kaposvári Technika Házában kerül sor, a jelentkezéseket a Pécsi Gazdasági Kamara várja. A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja szervezésében november 4-e és 8-a között szemináriumot tartanak hosszú hetényben a falusi turizmusról. A szemináriumra Tiszalöktől Zákányig érkeztek érdeklődők, akiket stílszerűen falusi vendéglátóknál helyeztek el. A falusi turizmus eredményeiről és gondjairól egyébként rövidesen, bővebben is kívánunk szólni, éppen ezért kérjük azokat a vendéglátókat, azokat a falusi embereket, akik szívesen beszélnének gondjaikról, problémáikról, illetve akik szívesen bemutatnák műsorunkban házaikat, jelentkezzenek nálunk, írjanak címünkre. És most néhány szó a közlekedés biztonságról. A helyzet sajnos egyre rosszabb. Éppen ezért, aki ma autóba ül, sohasem lehet biztos abban, hogy épségben célba is ér. A baleseti statisztika ijesztő képet mutat. Nem is elsősorban a balesetek számszerű növekedésében, hanem a következményekben, hiszen ennyi ember soha nem halt meg az utakon. Egyesek ezt arra vezetik vissza, hogy a honpolgárok javarésze átült a Trabantból, a Volkswagenbe, a Mazdába, a Mercedesbe. Ön egyet érte ezzel a véleménnyel? Én részben osztom ezt a véleményt. A jobb technikával való belépés a közúti forgalomba, ez mind azt hozta, hogy tulajdonképpen az embereknek megváltozott a vezetési készsége is. Egyben azt is hozza, hogy nem is alkalmazkodnak a meglévő technikáknak a kezeléséhez. Olyan kérdés ez, hogy morálisan jelentkezik. Én tudom azt, hogy alattam 200 lóerős autó van, ez nem jelenti azt, hogy nekem maximális sebességeket kell kihasználnom mindenkor. Nem nőttünk fel még ezeknek a járműveknek, a járműtechnikákhoz úgy, szellemileg és kulturáltságban, hogy ezt úgy tudjuk alkalmazni, hogy ez előnyünkre és az egyéni boldogulásunkat szolgálják. Mégis a balesetek jelentős százalékát a gyorshajtás okozza. Igen, hát a baleseteknek a döntő többsége az a sebesség nem megfelelő alkalmazása, ezen belül is a relatív gyorshajtás. El kívánom mondani, hogy Baranya megyében például az elmúlt hét során 30 kilométeres sebességgel ütöttek el gyalogos átkelő helyen gyalogost, ami azt mutatja, hogy a járművezetők ma még a KRESZ szabályait nem úgy alkalmazzák, mint ahogy ezt tulajdonképpen elvárnák a közlekedők is tőlük. Hogyan segítheti egy ilyen akció vajon a morál megszilárdulását? A rendőri jelenlét magában már a megelőzést szolgálja. Mi ebben az akció során közel 75 főt foglalkoztatunk, és megközelítőleg 35 gépjárművel az ellenőrzésünk során. 4 trafipax dolgozik, amit összevontan a társmegyékkel, természetesen Somogy és Tolna megyékkel közösen végzünk. És hát ez, hogyha még azt el tudnánk érni, hogy a közlekedési szolgálatok, amelyek ma már az országban talán visszanyerik azt a jelentőségüket, amelyeket a korábbi időszakban elvesztettek, és talán a közlekedés is ugyanazt a jelentős szerepét kapja meg, amely úgy érzem, hogy a rendőri munkának is egy sarkalatos része, és hát a bűnügyi területen is segítségére van a rendőri munkának, akkor úgy érzem, hogy ebben előre tudunk lépni, és hogy természetesen, hogyha a megfelelő technikát is megkapja ez a szolgálati egység. Autónéző címmel fényképes kereskedelmi magazin jelent meg Pécsett a Nyugati Autóház Kft. Támogatásával. A lap ingyen közli az eladásra felajánlott gépkocsik fotóit és legfontosabb adatait.
A pécsi Nagy Lajos gimnáziumban a tiszteletadás és a példaképállítás szándékával felavatták gróf Teleki Pál földrajztudós, egykori miniszterelnök és főcserkész, domborművész Léka László alkotását. Az első, legalábbis egy város keretében egy hivatalos emlékműavatás, és mondjuk egy talán egy kornak egy kezdete, hogy visszaemlékezünk arra azokra az időkre, amin 30-as évek jelentettek, és ez a fiataloknak is fontos lesz kétségtelenül, hogy ezt a kort visszahozza, és megismerkedjenek velük. Itt az ünnepség előtt készülődő izgatott diákok arcán láttam, hogy ők talán leginkább arra kíváncsiak, milyen szellemiséget üzen nekik ez az ön által is említett kor. Hát a szellemiséget talán nem tudom most pontosan felmérni, mert akkor nagyon sok emberről kellene beszélni erről a korról. Azt mondhatom, hogy nagyapámnak a munkásságát és szellemiségét ismerem aránylag. Megismerni csak valakit úgy lehet jól, ha személyesen is ismeri. És talán az a fontos ebben, hogy a diákok is ismerkedjenek meg egy-két mondjuk karakterisztikus vonalával, ötletével és érdeklődési körével, ami jellemezte ezt a kort is, nem csak őt. Újra meg kell tanulni a történelmet, nagyon fontos szerintem, hogy éppen egy iskolában történik meg ez a szavatás, mert ezt az ifjúságot kell megismertetni, és majd maguk kiértékelik, hogy mi a történelem, de kétségtelen, hogy amit múlt napokban láttam például 1956-tal kapcsolatban, hogy kiinduló pontjuk sincs. Az ön nagyapja túl azon, hogy nagy kaliberű politikus volt, a magyarországi cserkész mozgalom kiemelkedő alakjaként is számon tartatott. Hát majdnem azt mondanom, hogy a cserkészet, a földrajztudomány a két olyan jellemző vonása neki, amit ő is előbbre tett, mint a politikát. A politika egy eszköz volt, de mondjuk a saját érdeklődési köre, a szerelme, ha így mondhatjuk, egy része az ifjúságnak a nevelése volt. Közel 20-25 éven keresztül az élén járt a cserkész mozgalomnak. Ő látta ezt, hogy ez egy olyan mozgalom, ami összefogja az ifjúságot, és ezzel egy ilyen tiszta és becsületes lelki alapot ad meg a nekik, és ő nagyon remélkedett ebben, hogy ez végigviszik az életükön keresztül. Jó fejtelünk, itt most halunk, égőzzetünk, vidámlalunk, a megemézünk, megterem, a győzelem, a Kedves nézőink, Önök a Pécsi Stúdió csütörtök esti magazin műsorát látják. A programot most egy zenés verses művész portréval folytatjuk. Kérem, ismerkedjenek meg Matoric József, horvát nemzetiségű pécsi színművésszel. Yeah.
Das ist die. Stoj. Što hoćeš? Kako to izgledaš, ti bogat bistrički? Itt a földön oly sok bolond jár, aki csak várja már a szerencsét. Égre tárja két kezét, de imáját, kevésbé szereti, mint a lencsét. A gyomra és a piák, ebből áll a világ. A pénz, a szex, a széki megy ország. Nem kerüli el szegény a kelepcét, és tudod már, na végre a leszét. Könyvek elmesélik a módszert, amely a szentéletű lehetné. Nem maradna szépnemet, mint a nagy szent, de még utó mennybe mehetné. Az úrszavát ne feledd, sok is így neked, a tűzsi tiszta hittet ebb a lélek. Ne nyisd el, mint gondola a szerencét, és tudod már, na végre a lehetnék. Az úrszavát ne feledd, sok is így neked, a tűzsi tiszta hittet ebb a lélek. Gdje si se to povlačio? Što je? Što čini taj štrik oko vrata? Izgledaš kao da si se objesio. Anka. Što je? Što hoćeš? Zašto me progoniš? Progon ja tebe progonim, Anka. Anka! Zašto si tvrda kao kamen? Nisam ja tvrda. Ja sam ti sve rekla, zbogom pa basta, i što još hoćeš od mene? Ne, moja draga Anka, s jednim zbogom ne primam otkaza. Ne zbogom. Nije to samo tako zbogom. Ti si meni uzela mene, evo, tako kao da si mi ruku otrgla. A sada zbogom, pa ništa. A misliš li ti da to ne boli biti ovako bez ruke? Boli. Boli. Što se to mene tiče? Neka boli. I mene je boljelo. Prestaće. Neće. Sve prestaje. Neće prestati, draga moja Anka. To neće prestati. To viće, užasno viće. Sad onaj na stan na potoku pod krovom. Sve one mjesečne noći na bugarskim poljima, Maksimir. Sve ono užasno viće. Za tobom viće, Anka. Za tobom. Što se to mene tiče? Neka viće. Anka. Pogledaj me kako izgleda. Zar ti baš ništa nije žao mene? Evo što se učinila od mene. A, što sam ja učinila od tebe? Smiješnog mi pitanja. Pijenica. Faki. Bitanga. Pilko. Eto, to si bio i ostao. Mrtvac. Cijeli si svoj život pokapao mrtvaca i sam. Izgledaš kao mrtvac. Što je? Pogledaj samo kako ti glupo pristaje ta tvoja gala uniforma. To tvoje čapljino pero. Az ember ízzel él, de rövid az esze. Ha megvakarod a fejed, nem lesz egy szetvet se. Nagy csalás az élet, és az ember nem elég rossz. Első rendű énje, nagy bajt okoz. Csak tervez mindent meg, a terv az jó dolog. De tervez gyorsan újra meg, mert menni úgy se fog. Nagy csalás az élet, és az ember nem elég jó. Szentel képzel hítsen, nem megoldható. Csak puss a pénz után, de azt az egyet tud. Hogy mindenki fut pénz után, a pénznek hátul fut. Nagy csalás az élet, és az ember nem elég galád. Bármit készült enni, megadja magát.
Kedves, kedves, kedves,
Anka, molim te, samo da ti objasnim o čemu se zapravo radi. Meni izgleda da ti ne svačaš da me je ljubav ubila. Molim te, tko hoće ljubiti ne smije imati prazan džep. Toj tvoj ljubavi više nema smisla da govorimo. Što je? Sad ćeš opet praviti komediju kao onaj dan na potoku. Što se to mene tiče ako ćeš umrijeti? Umri, samo mi molim te daj mira. To je, pa što da vidiš da ne mogu umrijeti. Eto vidiš, gledaj, samo gledaj štrik, gledaj kako se duboko urezao, natečeno mi je sve i ruke su mi plave, Angaj, ja sam se objesio pa ne mogu umrijeti, ne mogu bez tebe ne umrijeti. Lažeš, lažeš, kako si te objesio ako si ovdje, lažeš. Kako ne bi kad si ti jača od smrti, mislio sam ona će mi pomoći, pa nije pomogla, sad mi moraš ti. Csak testvér, te mit is tennél, mondd, miért pont ő kell nekem? A szívem dobban, helyettem döntött túl. Ez lett a sorsom, érzem, nincs már kiút. A hal és csobban a szó, csendül a dal és szárnyal a szó, s úgy ég szívem a páromért. Számomra ő az egész világ, boldog jövő a szép éjszakák, hisz úgy ég szívem a páromért. Nevetek én, billen a mérlek, fel is talált, amíg csak élek, várok reál, hisz úgy ég, szívem a párom én. Egy kicsit lusta, mint minden férfi nép, de nekem csak ő kell. A munka várja, rájön az alhatni. Míg velem alszik, mit bánom alhatni. Ugrik a hat és jobban a szó, csendül a dal, szárnyal a szó, s úgy ég szívem a páromért. Számomra ő az egész világ, boldog jövő a szép éjszakát, hisz úgy ég szívem a páromért. Hogyha messze jár, halk eső szitál, ám ha itt van, minden csupa fény, s nevetek én. Illen a mérlek fel és alá, amíg csak élek, várok rá, mit újjék, szívem a páromért. Hogyha messze jár, halk eső szitál, ám ha itt van, minden csupa fény, s nevetek én. Villen a mérleg fel és alá, amíg csak élek, várok rá, hisz úgy ég, szívem a párom én. Duna vizén lefelé úsz a ladi, a ladi. Róla muzsika szó, guzlica szó, csimpolya szó hallatik.
Juhaj viszik a piros almát, barackot. Juhaj Kevibe, Szentendréről menyasszony. Piros almát eladják a budapesti piacon. A pulcifrázadik Kevibe a piros almát menyasszony. Jufaj, de te rég ruha, ez a fejkötő. Megféred alatt akár mennyi szeret. Jufaj, de te rég ruha, ez a fejkötő. Megféred alatt Kevi csárda reggel óta tele van. Teli van. Ott járja a kólót egy éles késsel, véres késsel a jobbán. Piros volt, de csak férges alma volt. Asszony csinos volt, de azért csak rima volt. Jufaj piros volt, de csak férges alma volt. Asszony csinos volt, de azért csak rima. A vizén, lefelé úsz a ladik, a ladik. Róla helye húja, szitok, átok, dávorja hallati. Juhaj, közel már Alexinács, Knyázsevac. Engem kevirálsz. Többet ugyan. Sose látsz. Engem kevirálsz, többet ugyan sose látsz. Juhaj, közel már engem többet ugyan sose lesz. Morras mi, pamacsi, daj mi rúku. Rúku mi daj. Uskrsnut će doba naše kaptolske škole. Kad smo na Uskrs nosili jaja, kolače i šunke k fratrima. Kad smo ministrivali kod Dižmuša. Krali burske kugle u štacunu. Sjećaš se oni burski kugla? Bili su iznutra crvene, a izvana čokolada. Pa gradska na špekulano. Pa one lovice pod zidom. Ti si uvijek brojila. Ententini, savarakatini, savarakatika, taka bim, bam, bum. Pa zeleni brijeg i grad, ko rasvijetljeni Betlehem na petrolejskoj lampi. I sve ono, i medvešćak, i izlet, i gora, i sve ono bijelo. Anka, oni skrivači po pivnicama, kad grmi sjećaš. Prvi put sam te poljubio. Anka, ti mi moraš dati ruku, da izaćemo iz svega toga van, iz ove krvi, groblja, sajma, ludila, samo Anka, u bijelo, u bijelo, u bijelo. Pusti me, ruke su ti ledene, pusti me, da udaraš na mrtvaca, pusti me, grobar. Di ćemo, djeca? Opet djeca. Iznova bijela djeca. Anka, skini ovo s mene, ovaj štrek. Pusti atletu. Dođi, Anka. Légy kérlek hozzám egy kicsit jó, ó, egy kicsit jó hozzám. Nem mondok többet, minek az jó, hát légy kicsit jó hozzám. Oh, you're gonna make it.
éppen miért élne. Úgy érzem éppen te lennél nekem való. Hát légy kicsit hozzám. Ó, irgalmat nékem, egyedül nincsen miért élne. Úgy érzem éppen te lennél nekem való. Hova tűnik?